Sok helyen már árulják a karácsonyfának szánt fenyőket, ebben az évben még többet kell fizetnünk értük, az előrejelzések szerint akár 20%-kal is drágulhattak tavalyhoz képest. Na vásárlásnál érdemes azonban megfontolni, hogy idén nem vágott vagy műfenyőt választunk. Amennyiben töves fenyőt vásárol, és azt hozzánk behozza utána a kerékutcai hulladékudvarunkba, akkor mi azért egy utalványt adunk neki, egy 4000 forint értékű vásárlási utalvány. Ez a 4000 forint úgy áll össze, hogy 2000 forintot a ÉAK Kft. biztosít, 2000 forintot pedig a Nyír VV, non-profit Kft., és az így úgymond megmentett töves fenyők pedig a következő év tavaszán Nyíregyházán a Bújtos Ligetben kerülnek elültetésre egy fenyőfa ligetben. A fáért cserébe kapott utalványt helyi cégeknél vásárolhatjuk le, az érintett vállalkozások listáját a környezetkazdálkodási társaság weboldalán lehet megnézni. A kidobott vágott fenyőket is összegyűjtik majd az éjak munkatársa január első felében, az ugyancsak a honlapon megtalálható hulladékgyűjtési naptárban lesz jelölve, honnan mikor viszik el a fákat, amelyek aztán a komposztáló telepekre kerülnek. Nem csak ezektől szabadulunk meg ilyenkor, a karácsonyi időszakban keletkezik a legtöbb hulladék a háztartásokban, kezdve a csomagoló anyagoktól a különféle elhasznált megunt tárgyakig. Éppen ezért indított a cég egy új akciót arra próbáljuk rávenni az embereket, hogy nem feltétlenül kell minden éven új karácsonyfadíszt venni, hanem lehet azt különböző uh, megunt vagy éppen kidobásra ítélt eszközökből, tárgyakból is elkészíteni karácsonyfadíszt. Uh, kollégáim is csináltak ilyen díszeket, csinálnak, illetve hogyha valaki ilyen díszekkel uh, díszíti fel a karácsonyfáját, és annak a fényképét elküldi nekünk, akkor először is a cégnél összeálló zsűri döntése alapján egy 10.000 forintos vásárlási utalványt ajándékozunk a legszebbnek, illetve ajándékcsomagban részesül a társaságunk közösségi portálján a legtöbb tetszést kapó karácsonyfadísz is. Ezek alapanyaga lehet például PET palack, kapszula vagy akár egy kiégett villanykörte. A kreatívkodni vágyók azonban az interneten is számos ötletet találnak. A pályamunkákat a zsűri december 16-án bírálja el, ugyaneddig lehet majd rájuk szavazni az IAK Facebook oldalán. A díszek pedig a társaság karácsonyfáját díszítik majd.